Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, Mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és ma jókai bableves fogok főzni, de előtte engedjenek meg nekem egy parányi történelmi áttekintést. Nos, jókairól kevesen tudják, hogy nem csak a forradalmi eszmék mellett állt ki, hanem például a magyar konyha védelmében is. Ennek jeles bizonyítéka az a cikk, amit 1862-ben a Vasárnapi Újság 27. számában publikált, Nemzeti Eledeleink címmel. Én ezt a újság címlapot és magát a cikket kifotóztam, és a videó alatti linkre, ha rákattintanak, ott elérik, érdemes megnézni, Kakas Márton írói álnéven publikált jókai. Nézzük akkor magát a levest. A 90-es években Drabecki Balázs volt az, aki mindenféle gasztronómiai történettel megörvendeztetett bennünket, mindent tudott a témában, ő volt akkor nagy historikusa, és sajnos ma már nincs közöttünk. Ő a következőképpen ír a jókai bablevesről, és ha megengedik, én ezt inkább szeretném idézni, nem kívánnám megbántani Balázst azzal, hogy elrontom az idézetét, nos, illetve az írását. Közismert finomsága volt a füstölt marackköröm babba főzve. Egyszerű, sűrű bablevesként került jókai asztalára. Nem volt benne sem zöldség, sem kolbászkarikák, még csülökdarabkák és csipedet sem. Azokat mind-mind a későbbi, az ízesítés, a javítgatás, a szakácsi fortélyok és gazdagítás leleményezte, és főzeti ma is bele. Ízesítik, díszítik tejföllel, paprikás zsírcseppekkel. Ma már ahány receptkönyv és vendéglátóhely, annyi variációja van. A nagymesemondó rá sem ismerne, amit ő írásaiban is hol görögolvasó arany vagy a nyambakancsal, meseszép költői névvel emleget. Mert, mint mondta, olyan nagyszemű bab kell hozzá, mint a görög szerzetesek rózsafűzérje, és az omlós füstölt malacköröm színe arany, formája meg, mint az angyalok lábbelie. És akkor térjünk is hát magára a főzésre. Hosszú-hosszú évekig úgy főztem a jókai bablevest, ahogy az iskolában tanultam, és nagyjából egy évtizede lehetett, amikor meghívást kaptam Révkomáromba, ugye jókai szülővárosába, egy jókai bableves főző verseny zsűriébe. És itt több mint 40 csapat indult, és ami feltűnő volt, hogy 90%-uk ugyanazzal a technológiával készítette az ételt, ami eltért attól, ahogy én ezt annak idején tanultam. Viszont elgondolkoztam ezen, hiszen hol főznék autentikusabban jókai bablevesét, mint sem a szülővárosában. Úgyhogy most azt a változatot mutatom meg Önöknek, amit azóta én is főzök, és Évkomáromban így tanultam. Tegnap este átválogattam, és hideg vízbe áztattam 30 deka száraz babot. Ezt most leszűröm, majd hideg, friss vízben felteszem főni. Az a célom, hogy egyetlen egyet forralok rajta, majd leszűröm, és azután már a füstölt lében teszem föl főni. Ezzel az előfőzéssel az a célom, az a gyakorlati tapasztalat, hogy csökken a puffadás, illetve a kellemetlen gyomor érzés a bab fogyasztása után, hogyha az első főzőlevét leöntjük. Az eredeti Révkomáromi recept úgy szólt, hogy a bográcsba beletesszük a füstölt húst, fölöntjük vízzel és elkezdjük főzni, amikor fél puha, hozzáöntjük a babot, a zöldségeket, stb. Én annyit tettem tegnap, mert volt egy kis időm, hogy előre dolgoztam, én bizony megfőztem a csülköt puhára, betettem a hűtőbe, így könnyebb lesz majd fölkockázni, és a levét, ez 3 liter füstölt lé, azt ide tettem a tűzhelyre, ez lesz majd a levesemnek az alapja. Amíg a bab fölforr, és leszűröm, van időm előkészíteni a zöldségeket. Nevezetesen megtisztítottam sárgarépát, petrezselyem gyökeret, zellert, a zeller és a petrezselyem gyökér az 20 deka, a sárgarépa 30 deka. Választhatok, hogy félkarikákra,
karikákra, persze ha nagy, akkor karikákra semmi kép, vagy éppen kockákra vágom a zöldséget benne. Én azt hiszem, hogy talán akkor a legszebb, hogyha ezt így most én elnegyedelem, így, és akkor csinos kis kockákra vágom. Nagyjából ilyen babszemnyi kockákra vágom. A babot leszűrtem, most hozzáadom a füstölt léhez, és mehet is föl forni. Az előkészített zöldséget is hozzáadom a babhoz, tehát még egyszer, ha az eredeti készítést követnénk, akkor most benne lenne a még félig puha csülök is, füstölt csülök is. Választhatunk, kerül bele egy nagyobb vagy két közepes vöröshagyma. Választhatunk, vagy beletesszük egészben, vagy beletesszük finomra vágva. Én most még magammal is dilemmába voltam, úgyhogy megy bele a fele finomra vágva, a másik fele csak félbevágva. Egészben azt majd a főzés végén kiszedjük belőle. Kint a csapatok egyik fele tett bele babérlevelet, a másik fele nem. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez alternatív dolog. Én minden esetre dobok bele vagy kettőt, hármat. Valamiféle csípős darált paprikát tettek bele kint, illetve volt, aki szárított erős paprikát tett bele. Én most maradok a megszokottnál, kap egy csapott kiskanál csípős piros aranyat. Zellerzöldnél megint ugyanaz volt a helyzet. Van, aki egyszerűen csak így beletette, és azt mondta, hogy majd a főzés végén kihorgássza belőle. És olyan is akadt szép számmal, aki apróra vágva tette bele, úgyhogy marad most ugyanez, testvériesen megfeleztem. A készülő levest lefettem. 30 deka házi jóféle kolbászt meghámoztam, tehát a bőrét lehúztam, most karikákra vágom. Nagyobb serpenyőben fakanálnyi zsírt olvasztok. Ebben a zsírban megpirítom a kolbászkarikákat, majd a kolbászkarikákat kiveszem, tálaláshoz félreteszem. Amikor a kolbász megpirult, átteszem, lecsöpögtetve átteszem egy tányérba. 4-5 gereszt fokhagymát félbevágtam, ha lett volna benne zöldsír, azt kikapom, de ebben nem volt, és minden esetben úgy, ahogy szoktam, a megfordított késsel, a kés fokával gyorsan pépesre zúzom. Csipetnyit megsózom, és a kés lapjával egy kicsit elnyomkodom. Egy kicsit hűlni hagytam azt a kolbász zsírt tulajdonképpen, ami maradt ugye a kolbász pirítása után. Ebből készül a rántás. 3 evőkanál lisztet teszek hozzá. Ha valaki úgy érezni, hogy ez a zsíradék sok, nyugodtan vegyen le belőle. Én kifejezetten szerettem a bablevesben, hogyha egy kicsit zsírosabb a rántás. Nagyjából egy ilyen másfél percig fogom pirítani a lisztet, hogy egy kicsit zsemleszínű legyen, bár ezt ugye itt a piros paprika miatt nem is olyan könnyű észrevenni, de a másfél perc az egy reális idő, közepes lángon, nem túl nagyon, nehogy megégjen. Amikor úgy érezzük, hogy jó, nyugodtan zárjuk le alatta a tüzet, ne feledjük el, hogy a serpenyő még meleg, tehát hogyha itt nagyon megpirítjuk a lisztet, a meleg serpenyőben az le fog égni. Tehát hagyni kell ezt a hőt, hogy kihasználjuk, itt még egy kicsit pirul. Közben már hozzáadjuk a fokhagymát, és hogy véletlen sem maradjon hóka a leves, kap egy olyan jó fél evőkanál piros paprikát. Tehát magyarán egy fokhagymás piros paprikás rántást készítek, amit azután a tűzről lehúzok és hűlni hagyom. A jókai bableves kötelező tartozéka manapság a csipetke. Ehhez tálba ütöttem egy tojást, kicsit felverem, közben megsóztam, ahogy azt lehetett látni. És ez az egy tojás nagyjából ilyen 5 csapott evőkanál lisztet fog fölvenni, de ez ugye majd menet közben kiderül.
A lényeg, hogy körülbelül azért ezt itt kimérem, tehát ez 3. Elsőre inkább egy kicsit kevesebbet tegyünk hozzá, hiszen ha még ragadna a tészta, akkor tudunk hozzátenni lisztet, ha viszont túl kemény, akkor elég nehéz utána belegyúrni már vizet. Amikor körülbelül ilyen állagú, tehát már nehéz villával dolgozni, átállunk, kézzel dolgozunk tovább. Még egy picit ragadt a tészta, úgyhogy tettem hozzá még egy kevés lisztet, és akkor így most már tökéletes lesz. És akkor jöjjön a munka legpepecsebb része, olyan nagyobb tarhonyányi darabokra szaggatom a tésztát, és utána egyenként egy kicsit meggömbölygetem. Tehát így lesznek szép kis csipetkék belőle. Nagyjából ennek a tésztának a felét fogom beletenni a levesbe, a másik felét külön ki fogom főzni, le fogom fagyasztani, és az nekem tökéletes lesz valamikor egy levesbetétnek. Ha fel akarom gyorsítani a munkát, mint például most is, akkor ilyen vékony rudat sodrok belőle, kiszaggatom, tehát éppen egy ilyen habkártyával kiszaggatom, utána egy kicsit megformázom, és gyakorlatilag hamar kész is vagyok vele. A rántást átkaparom egy tálba, hiszen habverővel kell majd dolgozni, és nem akarom összekaristolni a serpenyőmet. Ahogy lehet látni, egy kevés hideg, füstölt lével öblítettem ki a serpenyőmet, és most ezzel keverem ki a rántást teljesen simára, csomómentesre. Csont nélkül 60 deka ez a füstölt hús, amit nagyjából ilyen másfél, talán 2 centis kockákra vágok. Azt mondom, hogy inkább körülbelül olyan jó babszemnyiek legyenek. Tehát először felszeletelem, és azután kockákra vágom. Vajpuha a bab, vajpuha a zöldség. Mehet bele a rántás, egy helyre, egy smunggal beöntöm, így. A maradék rántást egy olyan 2 decinyi füstölt lével kiöblítem, hozzáadom. Pont annyi füstölt leve maradt, hogy ne legyen értelme eltenni külön, úgyhogy ez is mehet bele. És akkor kezdjük. Mehet hozzá a kolbász. Nézzünk azért egy picit bele, ragyogó. Azt elfelejtettem mondani, én közben kihorgáztam belőle az egészben hagyott zellerzöldet, illetve az egészben hagyott hagymát. Klassz. Mehet bele a fölkockázott füstölt hús. Én azt hiszem, hogy lehet látni, hogy rendkívül gazdag, a leve az jó, sűrű, pont így szeretem, ettől függetlenül lehet, hogy majd még egy kicsit higítani kell, és akkor mehet bele a csipetke, így. Innentől kezdve nagyjából egy 6-8 perc főzés, és meg is vagyunk. És még mielőtt késznek nyilvánítanánk a levest, természetesen meg kell kóstolni. Az íze fantasztikusan finom, egy picit utána kellett sózni, és azt nézem, hogy egy kevés vízzel még beállítom a sűrűségét. Érzésem szerint így tökéletes, de lehet, hogy még egy picit teszek bele, és azután jöhet rögvest a tálalás. Elkészült tehát a jókai bableves, érzésem szerint ez egy ilyen 8 fős adag. Úgy igyekszem tálalásnál, hogy mindenkinek egyformán jusson mindenből. A tetejére egyetlen kis kanálnyi tejfölt teszek. Így. Díszítem néhány csípős paprika karikával. Beleállítok egy petrezselyem zöldet,
tejfőre csepegtetek két-három csepp pofát, sőt a levesre is, így. A pofa ugye az a paprikás zsírt jelenti továbbra is. És ebben a pillanatban elkészült nekem a jókai bablevesem, ahogy Révkomáromban tanultam. Ha szimpatikus volt önöknek a recept, kérem nyomjanak a videóra egy lájkot, ha aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőbb tegye meg, hiszen több mint 450 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget és remek hetet kívánok önöknek!